Tobak Zoltán, a Tobak Team Hungary vezetője 3 év után ismét rajthoz áll egy OB1-es rally futamon. A hétvégi Veszprém rally előtt múlt pénteken megtartott kamaraerdei teszten a hosszú kihagyás után érthetően izgatottan várta a Tobak Zoltán, hogy újra versenyautóval száguljon. Most nagyon izgulok. Egész úton Fehérvártó ideig azon vaciláltam, azon gondolkodtam, és beszéltem a navigátorommal, hogy mi lesz, beülök, milyen érzés lesz megint gyors autóba ülni, úgyhogy alig várom már beülessek, hogy megnyúljak egy picit. 3 évvel ezelőtt a Veszprém rallyt feladni kényszerült Tobak Zoltán, így most az a legfontosabb, hogy célba érjen. Igazából mindig az a cél, hogy az ember nyerjen, de 3 év kihagyás után azt gondolom, hogy ha sérülésmentesen célba viszem az autót, az már egy nagy eredmény részemből, ugyebár tavaly, 2-3 évvel ezelőtt Veszprémen sajnos felborultam, és ott véget ért a verseny, meg előtte az Egerben is felborultam, tehát most az a cél, hogy egy sérülésmentes autóval célba érjek, aztán ha onnan csak jobb lesz, hogyha esetleg dobogóval is tudok állni, az már csak ajándék lesz számomra. A fehérvári pilóta és csapattulajdonos nem tervezi aktív szereplését a magyar rali bajnokságban. Sokkal inkább a fiatalokat szeretné segíteni. Most Matók Ádám minél sikeresebb helytállása a legfontosabb. A fiataloknak a nevelése az elsődleges szempont számomra, és leges szempontom az, hogy az Ádám, a Matók Ádám az élvonalban úgy szerepeljen, azt mi elvárjuk tőle. Hát, amikor időm engedi, meg úgy az anyag is engedi, akkor persze beülök a versenyautóba, de nagyon fontos nekem az, hogy a felnövekvő tehetségeket futassuk, és azok tudjanak versenyezni. A Tobak Team Hungary tehát a július 13-án és 14-én megrendezésre kerülő Veszprém Rallyn 2 autóval is rajthoz áll. Matók Ádám és Szabó Kátián az egyikben, míg Tobak Zoltán és Kecskeméti Balázs a másikban küzd majd a minél jobb helyezésekért fehérvári színekben.